Hello mindenki! Csak a pontosság kedvéért. A következő percekben a magyar kereskedelmi forgalomban most kapható legdrágább digitális fényképezőgépeket sorolom fel. Szóval nem minden idők legdrágábban eladott gépeit, amik árveréseken giga összegekért mentek el, mert egy celeb rájuk tüsszentett. Nézzük sorban, hogy 2019 májusában mennyire kell mélyen a pénztárcánkba nyúlnunk, ha a legdrágábbakat keressük. Ha megelégszünk a tizedik legdrágábbal, már két milla alatt megússzuk. A Pentax csúcs DSLR-je nem a Commerce kisfilmes filmes ligában játszik, már mint szenzor méretre, mert amúgy nem filmes. A képérzékelője már az úgynevezett középformátumba sorolja, 44x33 mm-es, amin kb. 4 darab aps érzékelő elférne. Mindezt 51 megapixellel, ami bőnyállal elfér egy ekkora felületen. Az ilyen gépeknél elsősorban a kép minőség a hívó szó, nem a sebesség, vagy a többi szolgáltatás, úgyhogy ez a masina sem igazán kiemelkedő ezekben, akár egy full frame kisfilmes DSLR-hez képest sem. Főleg műteremben használnak ilyen gépeket, de itt valamennyire azért a hordozhatósági szempont volt, ezért lett ez a gép úgymond kompakt, középformátumú. Hasonló ligában játszik a Fujifilm GFX 50 s Ugyanaz az érzékelő méret, ugyanaz a felbontás, közel azonos ár. A Full HD 30 FPS-es videó mondjuk kicsit legyen már valami hangulatú, ahogy a 3 kép másodperces sorozat és az átlagos autofókusz rendszer sem döngeti a határköveket. A sportpályák szélén még jó darabig nem látunk majd ilyen gépeket, de amire jó volt a Pentax gépe, arra jó ez is és elég kompakt, hogy a fotós kimerészkedjen vele a műteremből a szemközti parking. A Canon EOS 1DX Mark II viszont pont egy műteremben érzi elveszve magát. Itt nem a nagy felbontáson volt a hangsúly, hanem pont a sebességen. Meg a pixelből itt csak 20 kapunk, az előzőeknél sokkal kisebb, 36x24 mm-es szenzoron, cserébe 14 képer másodperces sorozat és szuper várja az akciófotósokat. Hírügynökség is, sport, mozgalmas rendezvény, vagy akár vadfotózás a terepe ennek a gépnek, de elég sok videós is használja. A legutóbbi Oscar nyertes dokumentumfilm például részben ilyen kamerákkal készült. A Leica, ahogy már mondtam, a fotózás Apple-je valóban jó fényképezőgépeket gyár, de nem csak azért fizetünk kiértük annyit amennyit, hanem mert ez egy Leica. Az SL ráadásul egy MILC, tehát tükör nélküli kompakt, jó nagy képérzékelővel és cserélhető objektívekkel. Ez most a legdrágább rendszer kompakt a full frame kisfilmes kategóriában, és bár egész szép adatokkal rendelkezik, 10 bites 4K videó, 11 kép per másodperces sorozat, időjárásálló fémváz, kiváló felbontású kereső, az összkép mégis annyi, hogy de hát ez egy lejka. A Nikonnak ott van vége, ahol most a D5 tanyázik, vagyis ez a csúcsgépük nagyjából ugyanazokkal az ambíciókkal, mint a Canon 1 dx már 2. Ez is egy szupergyors, top kategóriás fókuszrendszerrel szerelt, de 21 megapixel révén nem felbontás csúcsokra törő DSLR masina, akciódús fotós helyzetekre. Ha egymás mellé tesszük a két nagy riválist, akkor azért a pár százezres pluszért valamivel több jót kínál a Nikon fotózás terén, videóban pedig talán a Canonnak áll a zászló, de ízlések és Nikonok. Megint egy lejka, pontosabban kettő, mert nem túl baráti két és fél millás árcímke figyel az M10P és M monokróm modellen is. Utóbbi különlegessége, hogy nem tud színes képet készíteni. Egy monokróm érzékelő került bele, igen, jól hallotta, csak fekete-fehér képet csinál, két és fél milláért. Persze, ennek is megvan az előnye, ha belegondolunk, hogy nem kell színszűrőt tenni az érzékelő elé. A full frame szenzor 18 megapixelét maradéktalanul ki is használja unokatesója az M10 már közelebb államai commerce vonalhoz, ez már színes. Annyiban viszont mindkét gép különleges, hogy a legendás távmérős M sorozat modern zászlóvivői. Tehát se nem tükrös, se nem milc gépek ők. Akinek volt már a kezében, pillantott már bele egy ilyen gép keresőjébe, talán egyetért, hogy egész könnyen bele lehet szeretni ebbe az időtlen, retro, snob gyöngyszembe. Kanyaruljunk vissza a középformátumú gépekhez, és már ne is engedjük el őket. A svéd házelbladnak is volt elképzelése a Milc vonalról az X1D igazi kompakt középformátumú csemege. Már a videó elején említett két középformátumú gép is kicsi volt a maga tükrös nemében, de az X1D-nek még ezt is sikerült lejjebb szorítania. Tény, hogy ez sem kapkodós fotósoknak készült, elég öreges, megfontolt szerkezet, de ha a legkisebb középformátumú gép érdekel egyben, a legnagyobb szenzoros milca világon, akkor 3 milliót megér. Vagy nem? Az eddig felsorolt gépek között árban nem volt olyan nagy hézag, többnyire két-három milliótól szabadítanak meg, a dobogós hármas azonban már komolyabb sok a pénztárcánknak. 6 millió alatt nem adják a leik a középformátumú büszkeségét, az S007-es típust. Volt szerencsém az elődjéhez, gyönyörű nagy darab elefánt, vagy akármelyik gyönyörű nagy állat. Kb. az a vonal, mint a korábban említett Pentax és Fujifilm középformátumú, hasonló méretű szenzoron, valamivel kisebb felbontással, valamivel gyorsabb sorozattal és 4K videóval háromszor annyiért. De mondtam már, hogy ez egy lejka. Ha a Leica S durva árugrás volt, mit szóljunk a Hazelblad H6D-hez? Igazi kakuktojás ez a gép a listán, hiszen az eddigiektől eltérően nem egy hagyományos fényképezőgép váz, Szóval, ha úgy vesszük, akkor a Leica S volt a legdrágább. Ez viszont egy több darabból álló rendszer. Külön cserélhető a váz, a kereső prizma az objektív és a szenzort és elektronikát tartalmazó felpattintható hátfal is. Utóbbiból a 400C jelű a legnagyobb, ami a max felbontására utal. Igen, 400 megapixelt is kihozhatunk belőle, de a minden eddigihez képes nagyobb szenzoron csak szerény 100 megapixel kapott helyet. 400 ebből úgy lesz, hogy egymás után több képet lő a gép az érzékelőt picit elmozgatva, és ebből pakol össze egy nagyobb felbontásút. Azt mondtam a korábbi középformátumúaknál, hogy ne a sebességet, hanem a képminőséget nézzük. Na, ez itt hatványozottan igaz, persze akár ki is szaladhatunk vele az utcára 4K videót lődözni, de nem ez a jellemző erre a 16 milliós gépmonstrumra. Aminek itt az ellenlábosa, a Phase One XFIQ450 személyében. Ugyanolyan modulokból összerakható rendszerről van szó, hátulján egy 151 megapixellel megáldott vagy megvert hátfallal, amiben két és félszer akkora képszenzor kapott helyet, mint egy full frame 35 mm-es DSLR-ben. Képminőség és felbontás csúcs kompromisszumok nélkül, komótos működés, as usual. A több mint 18 milliós ár pedig bőven elég, hogy ezt a versenyzőt a listánk első helyéig repítse. Jelenleg tehát ez a hazai forgalomban kapható legdrágább digitális fényképezőgép. Ja, és mondtam már, hogy ezek az árak minden esetben objektív nélkül értendők, de ez már egy más sztori. Talán a legdrágábbakról egyszer mesélek ott is. Aki pedig itt volt, annak nagyon szépen köszönöm a türelmét, remélem, hogy tetszett nektek, tudjátok, ha így van, akkor ne felejtsétek el a lájkot, like illetve a feliratkozást, ha eddig még nem tettétek meg és nagyon köszönöm mindazoknak, akik eddig csatlakoztak a Petúriánus légióhoz, ami persze egyelőre még nem légió, csak egy raj, de igyekszünk, és van még hely, úgyhogy ha valaki még szeretne támogatni, akkor a Patreonon is megtalál az eddigi támogatóinak nagy-nagy köszönet, különösen és kiemelten Rozának és Sinka Sándornak, nektek pedig a legjobbakat és szép fényeket. Sziasztok!